Köszönöm szépen, ez volt a Hockey Egy Önvilágos. Hoppá, legyen ügyen is! Thank you.
tehát ha vannak itt házassági évfordulósok, akkor ezt a dalt, amit egyébként tulajdonképpen ezt a szöveget édesanyámmal írattam, és ez valamilyen szinten a feleségemről is rólam szól. Ezt a dalt küldöm azoknak a kedves hölgyeknek és uraknak, akik a házassági évfordulókat ünneplik. Életemben olyan sokat könnyeztem, nem tudtam, hogy mennyi lehetsz. Tudom, milyen az igazi szerelem, mert úgy érzem rád talán szépen. Életemben olyan sokat könnyeztem, nem tudtam, hogy mennyi lehetsz. Tudom, milyen az igazi szerelem, mert úgy érzem rá talált szívem. És akkor a kismeri veled lenni, te vagy csak hozzám való, bárki kétel megveszel. Nem is tudom, mit tettél, hogy szívembe költöztél, és így megszeretted el. Thank you.
sikereihez érve, engedjétek meg, hogy egy köszönetet mondjak a Sláger TV-nek a támogatásért, köszönetet mondjak a szervezőknek a meghívásért, az, hogy létrejött ez a rendezvény, köszönetet mondjak nektek, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, szeretném megköszönni a hangtechnikának, mint mindig minden alkalommal a Sláger TV-vel vesz hétvégeken tökéletes a kihangosítás, és szeretném megköszönni a feleségemnek, lánynak, akik elkísértek, vagy láttok a YouTube-on egy rövid összefoglalót, köszönöm szépen. Mielőtt elbúcsúznék, azért szeretném megkérdezni a jelenlévőket, legalábbis azokat, akik itt vannak körülöttem, hogy tudjátok-e, hogy én ki vagyok? Na ki? A Royal TV. Ki? Sok videót láthatok vele, ugye? Akkor menjen, hogy is van? Egyelőn tudjátok, hogy ki vagyok, anukinak a fia vagyok, ránézek a... Összeszúrlak, ránézek a hosszú nyelvű késedre, összeszúrlak, összevárlak benne. Hogy van tovább? Csinál, csinál, jól csinál, veszek neked, ránézek a hosszú nyelvű késedre, összeszúrlak. Istenes, na menjen akkor a dal, fogadjátok sok szeretettel. Egyre nem tudjátok, hogy ki vagyok, a munkinak a fia, ránézek a hosszú nyelvésen.
köszönöm, hogy megtaláltad.